Békesség Istentől, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, akik néznek és hallgatnak bennünket, akik velünk együtt egy online gyülekezeti közösséget alkotnak ezen a nagypénteki napon 2021-ben. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, aki halott voltam és íme élek örökkön örökké. Nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. Amen. Szívem fájó és néma volt, mint súlyos gránit szikla volt. Feküdtek benne mind a holtak, reményeim és vágyaim. Kigúnyolt élet álmaim. És szeretteim, egykor voltak. Úgy tudtam, nincs remény. És csak vittem némán egyre én. Halottaim a sziklaboltba. Azt hittem, minden elveszett. Nem nyújtott senki kezet. Árva, koldus, és néma volt. De akkor jött ő, Szent Király, s nagypéntek véres lánginál királyból lett koldus szegény. Vért izzadt, hogy én ne féljek, elhagyatott, hogy én reméljek, s keresztem halt, hogy éljek én. Kihűlt testét a néma csendben, keresztfáról már levettem, mint József tette egykoron.
érintetlen hűs sziklaboltom és makulátlan tiszta gyolcsom. Ó, nincsen nékem, jól tudom. De áldok minden mélysebet. S testét a megtört, véreset magamba zártam mélyen el. S azóta én az övé vagyok, szívemben hét seb ég, ragyog, s felettem húsvét énekel. Köszönjük, édesatyánk, hogy úgy tervezted, hogy a mi földi életünk korszaka arra az időszakra essen, amikor Jézus Krisztus elfoglalta a trónt és uralkodik teljes hatalommal. Köszönjük, atyánk, neked, és áldunk érte, hogy gondod volt arra, hogy évezredeken keresztül az evangélium híre minden nép között megjelenjen. Köszönjük, atyánk, üdvözítő, hogy üdvözítő hatalmaddal munkálod az emberiségben, a te üdvterved szerint az életet. Hadd köszönjük meg neked azokat, akiken keresztül hozzánk is eljutott a te ígédet, a te ígéd, szent lelked, aki élővé teszi, és a szolgáidat, a hűségeseidet, akik bizonyságot tettek róla. Köszönjük, hogy ma úgy emlékezhetünk meg a te kereszt halálodról, a nagypéntekről, hogy ez a szent fundamentuma a mi hitünknek, életünknek, és ezt hirdettetik mindvégig, amíg vissza nem jössz ítélni eleveneket és holtakat. Győztes Urunk, arra kérünk, drága atyánk, ha üzensz nekünk most igét, szót, tedd, hogy meghalljuk. Segíts a figyelésben és a hallásban. Üresítsd meg a mi szívünket, lelkünket mindentől, ami elvonna jelenleg tőled, ami gond, bánat, keserűség, esetleg öröm, bármi, ami elvon tőled. Hadd figyeljünk most rád, hadd halljuk a te szavadat, hiszen rengeteg kérdésünk van, és válaszokat szeretnénk tőled. Atyánk, segíts a figyelésben, segíts a hallásban. Légy itt közöttünk. Amen. Miután ezeket mondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be a tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek össze Jézus és a tanítványai ott. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel.
Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előlépett és így szólt hozzájuk, kit kerestek? Azok pedig így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak, s a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét azt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard. Azt kihúzta, s lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Mákus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez, tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az atya adott nekem? Katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgáló leány ekkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt. Nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett. Istenem, én nagy bűnös.
főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyűlnek. Titokban nem beszéltem semmit. Miért engem kérdezel? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló őrök közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak? Jézus így válaszolt neki. Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá. Nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas.
Jézust Kajafástól a helyhatóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helyhatóságra, hogy ne legyenek tisztátlanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte: milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták: ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik: vegyétek át ti, és ítéljétek el ti a törvényeitek szerint. A zsidók így feleltek: nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helyhatóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle: magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondják-e neked rólam? Pilátus erre így szólt: hát zsidó vagyok én, a te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt: az én országom nem e világból való, ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidónak, de az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki: akkor mégis király vagy te. Jézus így válaszolt: te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá: mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek: ne ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig rabló volt. Pilátus elvitte Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták: üdvözlégy, zsidó királya! És az arcába vágtak. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: ime kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk: imé az ember. Thank you.
Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: feszíts meg, feszíts meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik: vegyétek át ti és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki: nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus akkor így szólt hozzá: nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra, hogy megfeszítesselek. Jézus így válaszolt: semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani. De a zsidók így kiáltoztak: ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, aki a királyá teszi magát. Az ellenszegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült, azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabatának neveztek. A páska ünnep előkészülete napja volt, délfele járt az idő, Pilátus így szólt a zsidókhoz: íme a ti királyotok! Azok pedig felkiáltottak: vidd el! Vidd el! Feszíts meg! Pilátus ezt mondta nekik: a ti királyotokat feszítsem meg! A főpapok így válaszoltak: nem királyunk, hanem császárunk! Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy feszítsék meg.
Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kért, és kiért az úgynevezett Koponyahegyhez, melyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készített, és rátette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne azt írd a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. Katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták a felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták a köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig beszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen, így teljesedett be az írás, elosztották a ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klopás felesége, valamint Magdalai Mária. Amikor meglátta Jézus, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeret, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád.
és ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsókra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak. Az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz. És ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól. Néznek majd arra, akit átszúrtak. Yeah.
Ezek után pedig az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt azt kérte Pilátustól, hogy levehesse Jézus testét, és Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette a testet. Még Nikodémus is eljött, aki éjszaka ment először hozzá, és mintegy 100 font mirhából és aloéból való kenetet hozott. Vették tehát Jézus testét, és begöngyölték lepedőkbe az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel az a sír közel volt, abban helyezték Jézust a zsidók előkészületi napja miatt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy láthatunk téged itt a földön, mint aki megüresítette magát, szolgai formát vett fel, üthetően, megalázhatóan. Csak nem látta senki más, hogy mint bárány viteték mérszárszékre. És nem látja senki, amit az Úr kegyelméből a hívő szem már láthat. Hogy ott áll a trónus előtt, és egyedül ő méltó. Ő méltó égen és földön, hogy az Atya kezéből elvegye a világ mindenség
sorskönyvét, a folytatást. Köszönjük az értünk is kiontott véredet, Uram, köszönjük lelkednek áldozatát. Köszönjük, hogy úgy döntöttél, hogy igéddel szólítasz, hogy lélek és élet beszéddel józanítasz, erősítesz és éltetsz. Köszönjük, hogy felvállaltál, és hadd mondjuk el, mi is felvállalunk téged ebben a világban. Köszönjük, hadd köszönjük, hogy meg azt a különös parancsot, amelyikkel azt mondod, hogy amiképpen az Atya küldött ide, te úgy küldesz minket is ebbe a világba. Hirdetni a nevének dicséretét, hirdetni kegyelmének áldozatos szeretetét, gondviselését, amelyik túlnő a látható világon. Légy áldott, Urunk, a mennyei hajlékért, hiszen nem a sírgötör a fékállomás, hanem veled, nálad, otthon, mert neked erre is gondod volt, hogy kijelensd. Köszönjük, Urunk, minden kapott talentumunkat, amivel gazdálkodhatunk ezen a földön, amivel téged dicsérhetünk. Énekkel, hangszerrel, szóval. Köszönjük azoknak az áldott életű, előttünk járóknak az életét, akik mély hittel ezeket a strófákat leírták, hogy általa mi is épülhessünk, és építhessünk másokat. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a hallgatókat, akik így az internet segítségével hallgatják ezt. Elvenítsd meg szent lelkeddel az igédet, és kérünk, hogy itt a földi létben hadd lássék meg rajtunk, és a hallgatóságon rajtuk a pecséted, a vérpecsét, szellemvilág látja, a gonosz világ megérzékeli. Hadd hordjuk büszkén, hálaadással, életünk teljes odaszentelésével. A Krisztusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Thank you.